megyei képviselők mandátuma, sokan voltak a temetőkben, miért kellett meghalni. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. november 4-én 18 óra 5 perckor. 18-an vehették át közgyűlési mandátumukat a megyeháza dísztermében. A testület tagjai 5 évre kaptak bizalmat a megye választóitól. A megbízó levelek átadását követően az alakuló közgyűlés időpontját is kitűzték. Dr. Gulyás Zoltán, a Jászhegy-Kunszolnok megyei területi választási bizottság elnöke adta át az önkormányzati választáson a Jászhegy-Kunszolnok megyei és roma nemzetiségi listáról mandátumhoz jutott képviselők megbízó levelét. Az október 13-án a megyei listára leadott szavazatok alapján 5 évre választották meg a megyei közgyűlés és a roma nemzetiségi önkormányzat tagjait. A Jászhegy-Kunszolnok megyei közgyűlést 18 képviselő alkotja a következő ciklusban, melyből 11 fő a Fidesz-KDNP, 3 fő a Jobbik Magyarországért mozgalom, 1 fő a Demokratikus Koalíció, 1 fő a Magyar Szocialista Párt, 1 fő a Mi Hazánk mozgalom, és 1 fő a Momentum mozgalom megyei listájáról jut mandátumhoz. A Jászhegy-Kunszolnok megyei roma nemzetiségi önkormányzatot 7 képviselő alkotja, melyből 4 fő a Lungódrom, 1 fő a Nemzeti Roma Összefogás, és 2 fő a Fiatal Romák Országos Szövetsége megyei listájáról jut mandátumhoz. A Jászhegy-Kunszolnok megyei közgyűlést 18 képviselő alkotja a következő ciklusban, melyből 11 fő a Fidesz-KDNP, 3 fő a Jobbik Magyarországért mozgalom, 1 fő a Demokratikus Koalíció, 1 fő a Magyar Szocialista Párt, 1 fő a Mi Hazánk mozgalom és 1 fő a Momentum mozgalom megyei listájáról jutott mandátumhoz az alábbiak szerint. Fidesz listáról 1-es Huba Imre, 2-es Piroska Miklós, 3-as Fehér Petra, 4-dik Rózsa Lajos, 5-dik Molnár Imre, 6-dik Borbás Zoltán, 7-dik László Ágnes, 8-dik Fazekas Szabolcs, 9-dik Répási Csabáné, Tóth Rozália Ildikó, 10-dik Győri Pap Judit, 11-dik Dobos László. A Jobbik Magyarországért mozgalom listájáról 1. Révi Attila, 2. Szarvák Márton, 3. Budai Lóránt. A Demokratikus Koalíció listájáról 1. Stefán Ildikó. A Magyar Szocialista Párt listájáról 1. Rózsa Endre Bertalan. A Mi Hazánk mozgalom listájáról 1. Boros István. A Momentum mozgalom listájáról 1. Kővári Kata. A Jászhegy-Kunszolnok megyei közgyűlés a mai napon 9 órakor tartotta alakuló ülését a megyeháza dísztermében. A Jászhegy-Kunszolnok megyei roma nemzetiségi önkormányzatot 7 képviselő alkotja, amelyből 4 fő Csóka János, Kökény Zsolt, Varga István Mici, Balog László. A Lungondrom 1 fő Lakatos Gusztáv. A Nemzeti Roma Összefogás 2 fő Farkas László, Horváth Alíz. A Fiatal Romák Országos Szövetsége megyei listájáról jutott mandátumhoz. Minden szentekkor és halottak napján elhunyt hozzátartozóinkra emlékezünk. Virágot, koszorút vittük a sírokra, mécsest, gyertyát gyújtottunk. Sokan ezt otthon is megtették. A karcagi temetőkben azt tapasztaltuk, a legtöbb sírhelyen friss virágok, koszorúk vannak, mécsesek, gyertyák égnek. A hozzátartozók nem egyszerre, hanem egymást váltva érkeztek és emlékeztek a nagyszülőkre, apákra, anyákra, gyerekekre. Az elhunyt szeretteknél a hétvégén is sokan jártak. Együtt voltak velük újra, de még ma is kínálkozik a lehetőség az emlékezésre, a találkozásra. Egyre inkább úgy tűnik javul az emberek ízlése. Régebben mindenki a műanyag koszorúkat vásárolta, ez most már szinte teljesen eltűnt, és átváltunk a látványosabb, szebb díszekre, sírcsokrokra. Milyennek az oka, hogy javul az embereknek az ízlése ilyen tekintetben is? Hát én úgy gondolom, hogy mi biztosítunk egy színvonalat, és van összehasonlítási alap, hogy mi az, ami jó ízléssel van elkészítve, és mi az, ami hát kommerszárú.
A kínálatában láthatunk koszorúkat, kisebbeket, nagyobbakat, látunk kosarakat is. Miből készülnek ezek? Mi köztük a különbség? Nyilván ugye ez időben is számolható a munka órákat tekintve. Mitől másabb az egyik, mitől nehezebb mondjuk a másikat elkészíteni? Na most ezt úgy kell elképzelni, mint a virágkötőnek a munkáját, hogy készít egy szép virágkompozíciót. Körülbelül ugyanezt csináljuk mi a sejemvirágokkal. Kompozíciókat készítünk. Sejemből vannak összerakva, illetve van még más anyag bennük? Sejemből sejemvirágokat használunk, illetve polifonvirágokat, amit a köznyelv a gumivirágnak nevez. Tartósak, tartják a színüket, kellemes a színhatás. Kik vásárolnak inkább, melyik korosztály? Hát gyakorlatilag minden korosztály, mert sajnos elhunyt hozzátartozója mindenkinek van, a fiataloknak is, ahogy idősödünk, meg egyre több. Megnéztük, hogy ki mennyit költ koszorúra. Körülbelül úgy mondanám, hogy nem csak a pénztárca határozza meg, hogy mit vásárol valaki, hanem ha friss gyásza van, akkor igyekszik még egy utolsó szép ajándékot adni az elhunyt hozzátartozónak, és ahogy telik az idő, bizony szerényebbeket vásárolnak. Mándi Jolán karcagi árus mutatta, hogy mennyibe került a koszorú. Ez a karcagi nőn mutatja, mennyit költött a koszorúra. Hatan vesztették életüket egy balesetben fegyvernek külterületén. A két sofőr ittas volt. A tragikus baleset még 2019. május 26-án történt. A rendőrség sajtótájékoztatót tartott Szolnokon. Megrázó tudósítás következik. A Jászlanykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság sajtótájékoztatót tartott egy tragikus baleset megállapításairól és az abból levont következtetésekről. A nyomozás során arra a megállapításra jutottunk, hogy ha bár jogilag a szabálytalan előzés a baleset oka, mindenképpen az alapkiváltó ok az volt, hogy ez a 42 éves férfi úgy indult el az által vezetett személygépkocsival, hogy előtte olyan mennyiségű szeszes italt fogyasztott, hogy már nem volt alkalmas a biztonságos közlekedésre, hiszen azt gondolom, hogy ilyen értékű alkoholos befolyásoltság alatt már mind az észlelési, mind a cselekvési képességei jelentősen korlátozottak voltak, és ez mindenképpen hozzájárulhatott ahhoz, hogy nem ismerte föl, hogy az előzés feltételei teljes mértékben rendelkezésre állnak-e. Véletlenül ezért nem használta a biztonsági övét sem. A rendőrség már több éve, de mondhatom évtizedek óta ezeket a amik ennél a balesetnél megfigyelhetők voltak, ezeket a baleseti okokat hangsúlyozza a baleset megőrzési munkája során, akár előadások, akár nyilatkozatok, akár kiadványok formájában. Rendkívül nagy erőfeszítéseket fordítunk a ilyen jellegű jogsértéseknek a rendőri eszközökkel történő megakadályozására is. Mint televíziónk is korábban hírt adott, hogy 2019. május 26-án 23 óra körül a 4-es számú főút 132-es kilométer szervényében hatan életüket vesztették, amikor két személygépkocsi frontálisan összeütközött. Kosztyó Gábor, rendőr alezredes, a Jászlanykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály vezetője számolt be az eset körülményeiről. Az alezredes elmondta, hogy egy 42 éves hajdúszoboszlói férfi közlekedett személygépkocsijával Kenderes felől fegyvernek irányába, amikor az adott útszakaszon egy több járműszerelvényből álló konvojt előzött úgy, hogy figyelmen kívül hagyta a szemből érkező személygépkocsit, és frontálisan ütköztek. A baleset következtében a két járművezetőn túl egy 17 éves állapotos lány, egy 13 éves és egy 17 éves fiú, illetve egy 21 éves férfi vesztette életét. 2019. május 26-án az esti órákban, 23 óra előtt néhány perccel egy 42 éves hajdúszoboszlói férfi közlekedett az által vezetett személygépkocsival Budapest irányába a 4-es számú főközlekedési út 132-es kilométer szervényében, amikor az előtte közlekedő járműszerelvények előzésébe kezdett. Sajnálatos módon az előzés megkezdés előtt nem mérte föl kellőképpen azt, hogy a szembe lévő forgalmi sáv kellő távolságban szabad-e, és így összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő személygépkocsival. Az ütközés során a két járművel összesen 6 személy tartózkodott, mind a 6-an életüket vesztették sajnálatos módon. Köztük volt egy 13 éves
gyermekkorú fiú, egy 17 éves várandós lány, és egy másik fiatalkorú fiú is, a többiek pedig felnőtt korúak voltak. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy mind a két fő szeszes italtól befolyásolt állapotban vezetett. Baleset helyszíni szemléje során ugye egyértelmű vált, hogy a balesetnek az elsődleges oka az a szabálytalan előzés volt. Ugyanakkor sajnálattal vettük tudomásul a visszaérkezett igazságügyi orvosszakértő vélemények adataiból, hogy a baleset idején mind a két járművezető ittas állapotban volt. Az okozó járművezető 1,96 ezrelékes közepes fokú alkos befolyásoltság alatt állt, a vétlen járművezető pedig 0,5 ezrelék alatt egy kicsivel, de az is már bűncselekmény értékű alkoholos befolyásoltság alatt állt. Az elhunyt személyek közül öten nem használták a biztonsági övüket. Az alezredes idézett az igazságügyi orvosszakértői véleményből is, amely határozottan kimondta, hogy a sérülések kialakulásának közrehatása volt a biztonsági öv használatának elmulasztásának. Az is kétséget kizáróan megállapítást nyert, hogy a baleset során a hat személyből mindössze egy használta a passzív biztonsági berendezést, a biztonsági övet, ami úgy gondoljuk, hogy mindenképpen közrejátszott a halálos eredmény kiváltó sérülések kialakulásában. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályán folytatott büntetőeljárás 2019. szeptember 17-én az elkövető halála miatt megszüntetésre került. A szakembereknek az volt a célja a sajtótájékoztatóval, hogy kiemelten felhívják a figyelmet az ittas járművezetés következményeire. Minden ember élete számít, senki se kockáztassa saját és mások életét. Mint ez ebből a balesetből is megállapítást nyert, az mindenképp a fő három baleseti ok, az egyik a gyorshajtás, ezen belül is a relatív gyorshajtás, illetve az elsőbségi szabályok megtartása, illetve az előzési szabályok betartása mindenképp nagyon fontos. Különösen ebben az időszakban most is van, hiszen itt van az ősz, lassan megyünk a téli időszakba, különösen nagyon fontos, hogy fokozott óvatossággal és a sebességeket betartva közlekedjenek a járművezetők, még talán, hogyha az útviszonyok ezt indokolják, illetve az időjárási körülmények, gondolok itt arra, hogy például nagy a köd, vagy csúszósá válik az út, hogy még a megengedetnél is lassabban és megfelelő követési távolságot tartva, hogy ezeket a baleseteket el tudjuk kerülni, annál is inkább, hogyha a sebesség csökken, így annak az esélye is csökken, hogy igen súlyos kimenetelő legyen a baleset, ha már megtörténik egy ütközés, akkor legyen ez minél enyhébb kimenetelő. A balesetek elkerüléséért a legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek azzal, hogy a szabályokat betartva egymásra odafigyelve vesznek részt a közlekedésben. Ezen ügy is azt mutatja, hogy a tragédia az emberi felelőtlenség és a többszöri KRESZ szabályszegések miatt következett be. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!